A zene is egyfajta tudomány, szerdán gitárzenével köszöntötték a Széchenyi Egyetemen a Magyar Tudomány Napját. Az, hogy az intézmény számára kiemelt ez az ünnep, mi sem jelzi jobban, mint hogy maga a rektor vállalta a moderátor szerepét is. Időnként meg kell állni és ünnepelni a sikereinket. Dr. Földesi Péter rövid köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy időnként meg kell állni és ünnepelni azokat, akik sokat tesznek a Széchenyi tudományos munkájának erősítéséért. A rektor szerint a kampusz az elmúlt években minden területen, így a tudományok területén is hatalmas fejlődést ért el. A mostani díjazottak között nagyon fiatal emberek vannak, de hát vannak náluk még fiatalabbak, itt a doktoranduszok, a leendő doktoranduszok, hogy ez a tudomány, ez a mi jövőnk. Amikor azt mondjuk, hogy a jövő Győrben épül, a mindennapok gyakorlata van persze az ipari technológiai fejlődés és a GDP növekedés, de hogy 5 év múlva is versenyképesek legyünk ezen a piacon, annak az alapjait most ezekkel a tudományos művekkel kell megteremteni. Mindegyik egy nagyértékű berendezés, az országban szinte egyedülálló. Tavaly dr. Hargitai Hajnalka kapta az év kutatónője elismerést, amire máig nagyon büszke az egyetemi docens. Szerinte tanszékén igazi csapatmunka folyik, ezt ismerték el a díjjal. Alapvetően anyagtudományi kutatásokkal foglalkozunk, de az anyagtudomány szorosan összefügg gyártástechnológiai kérdésekkel is. Tehát tulajdonképpen ezen a két területen dolgozunk. Elsősorban fémek, fémszerkezetek kutatásával, vizsgálatával, műanyag kompozitok fejlesztésével, és mindez alapvetően a járműgyártás, járműipari kutatások területéhez kapcsolódik, amely meghatározó ebben a térségben. A Tudomány Napjának idén is az elismerések átadása volt a csúcspontja. A 2014-es év kutatónője díjat ezúttal dr. Nárai Márta egyetemi docens érdemelte ki, míg publikációs nívódíjat 3 kategóriában 4-en vehettek át, az innovációs díjat pedig ezúttal megosztva ítélte oda az egyetem vezetése.